Fúrás-faragás, tervezés, még ma délután is javában zajlottak azok a munkálatok, amelynek köszönhetően Sátoraljaújhely sétáló utcáján vasárnap az igazi adventi hangulat közepette, a vásári forgatag és színes kulturális program várja majd a városban élőket és az érdeklődőket. 17 órakor a Szent Margit óvoda műsorát láthatják, illetve ünnepi köszöntőt mond Budainé Bodnár Edit igazgató és dr. Terdik Sándor a városi jegyzője. Az adventi koszorúna gyertyát Lóci Tamás esperes gyújtja majd meg. Emellett egy újdonsággal is várják az érdeklődőket. Volt ugyan egy betlehemes csoportunk, amely itt a talapzatnál volt mindig kiállítva, de ezt szerettük volna újítani, úgyhogy pályázatból sikerült megvalósítanunk, és hát héten még mi is izgultunk, mert még szállítás alatt volt. Egy 11 alakos betlemes csoportot hozunk ide a sétáló utcára, amellyel indítjuk az adventi hétvégét. Én itt szeretném megköszönni annak az egyéni vállalkozónak a közreműködését, aki segített abban, hogy ezt be tudjuk szerezni, illetve szállításban, illetve itt halljuk mögöttünk, hogy munkálkodnak a kollégáim, illetve annak az ács mesternek, szintén vállalkozónak, aki segít a tetőszerkezetben, mert azért mindent mi sem tudhatunk. Úgyhogy én nagyon várom azt, hogy már most teljes pompájába díszelegjen. A betlehemi szobrok egészen Olaszországból érkeztek. A legfontosabb szándék az, hogy ezzel is meghittebbé tegyék a karácsonyi készülődést, elsősorban az itt élők számára. Remélem, hogy ez egy olyan különlegesség lesz most is, ire teszi a pontot a hétvégén, ami, és nem azt mondom, hogy egyfajta zarándokút, de biztos vagyok benne, hogy itt a környéken nem lesz ilyen vallási építmény, úgymond. Kivilágítjuk, megadjuk a módját, színpadot építettünk neki, illetve a jászol melléköré, ugye a régi istálót most készítik a fiúk. Kamerával védett terület lesz, mert ez nem egy olcsó mulatság volt, de én úgy gondolom, hogy Sátoraljaújhely város önkormányzat, illetve a művelődési központ ezzel szeretné egy kicsikét, hát ebbe a buskomor világba egy kicsit felélénkíteni a lakosságot, és egy picit a lelkekbe a szeretet, a boldogság költözön. Ezt követően a hagyományoknak megfelelően minden adventi vasárnap színes műsorokat tekinthetnek meg az érdeklődők, illetve az adventi forgatag hangulata sem marad el.